Kovács Barbara, a csacsi. Kéne egy csacsi? Egy olyan igazi? Azt hiszem, vele tudnék jól játszani. Mufurcnak hívnám, adnék neki enni és úgy szeretném, mint ahogyan senki. Apa nevetett, és vett egy videót. Jobb lett volna egy csacsi, az nem fogyaszt áramot. Új kocsira gyűjtünk, érted? Új kocsira. Nyafogtam, hogy jó, de miért nem egy csacsira? Jaj, fiam, Hagyjál már ilyen butasággal, mihez is kezdenénk, e makacs jószággal. Hol szaladgálna, és mi veletetnéd, és hol aludna, az ágyadba vinnéd. Kimértem, a szobámba épp befér egy csacsi, csak az ágyamat kéne kicsit arrébb tolni. És igen, Aludni bevinném az ágyba, nem is kéne más, csak tán, még egy párna. Anyu azt mondta, ne légy ilyen buti, lakásban nem való, egy igazi csacsi. Jó, de ha megnövök, veszek egy nagy kertet, ültetek majd kórót, Vetek bele fűvet, és nem veszek videót, és nem veszek új kocsit. Lesz sok pénzem, s végre vehetek egy csacsit.